Sziasztok, Fruzsi vagyok, és arra gondoltam, hogy nagyon régen beszéltünk már arról, hogy miket olvastam mostanában, úgyhogy készítettem egy óriás bögre csájtát, és készen állok arról, hogy csacsogjunk mindenről, amit mostanában olvastam. Elég is sok könyvről lesz szó, mivel utoljára azt hiszem augusztus környékén beszéltünk arról, hogy állok az olvasással. Viszont mostanában eléggé sok olyan könyv volt, amit közös olvasásra vagy a BTKK-ra olvastam, úgyhogy igyekszem egy kicsit rövidebben beszélni a könyvekről, mint ahogy ezt általában szoktam, úgyhogy vágjunk is bele. Először is azt hiszem ott veszettük el a fonalat, hogy belekezdtem a Blood Rite sorozatba, amit eredetileg úgy adtak el nekem, hogy ez egy pófilm fanfiction, és hogy nagyon-nagyon jó lesz. Effektíve ez a sorozat nagyon hozza a fanfiction trópokat, de nem igazán mondanám rá azt, hogy ez egy Star Wars fanfiction, nem igazán hasonlítanak a karakterek sem. A történetünk során két fiút követünk, Etienne-t és Gallt, akiknek borzasztó neveik vannak, és tulajdonképpen egy ilyen űrhajópilótákat képző katonai akadémián tanulnak ők együtt, szobatársak, legjobb barátok, kacsingatnak is egymás felé már egy ideje, de még nem történt itt semmi. És az egyik gyakorlatozás során egyszer csak a többi csoporttársuk azt kiválik a formációból, és megtámadják Gallt. Rövid úton kiderül egy ilyen számára is, hogy Gall a galaktikus nagybirodalomnak az elrejtett kis hercege, és különböző politikai intrikák miatt megpróbálják őt eltüntetni, és elérni, hogy ne vijön fel a trónra. Az egészben az a legkínosabb, hogy Etienne viszont elégezett birodalomból származik, úgyhogy egyrészt a kapcsolatoknak azt is túl kell élniük, hogy ők ellenkező oldalról származnak, illetve hogy akkor, hogyha Gallt végül is sikerül felültetni a trónra, akkor valószínűleg soha többet nem fognak találkozni egymással. Úgyhogy eléggé sok batyút cipel ez a kapcsolat, amíg megpróbál összeérni, és vannak benne mindenféle fordulatok, tulajdonképpen az űrcsaták is eléggé menőn vannak megírva szerintem. Rövid időn belül ledaráltam ezt az egész sorozatot, ami szerintem sokat elmond róla. Ez effektíve tényleg olyan, mint egy jól megírt fanfiction, nagyon-nagyon sok tróppal dolgozik, tehát hogy van itt csak egy ágy van tróp, fake dating tróp, barátokból, ellenségekből, szerelmesek, tróp, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden van. Kicsit azt érzem, hogy a világépítés és az egész politikai szál az nagyon alá van rendelve a romantikus szálnak, tehát hogy vannak dolgok, amik amúgy nem történhetnének meg szerintem, de mivel a romantikus szálnak szüksége van arra, hogy így vagy úgy alakuljanak a történések, hogy közelebb kerülhessenek egymáshoz, vagy éppen el legyenek választva egymástól, ezért a politikai szál ezt nagyon-nagyon erősen kiszolgálja. Ami egy kicsit zavaró, de összességében, hogyha ránéztek ezekre a könyvborítókra, ordít róluk, hogy ezek elsősorban romantikus könyvek, és nem fájdalmasan rossz a politikai szál, csak érezhető, hogy nem ez az, ami fontos benne. Úgyhogy összességében ez egy kellemes olvasási élmény volt, viszonylag gyorsan ledaráltam, de nem mondanám azt, hogy különösen kiemelkedő könyvek voltak, csak jó volt őket olvasni. A következő könyvet a Hugóra olvastam, ez a Master of Jean volt, ami azóta megjelent már magyarul is. Azt hiszem, hogy Jean Akura címen a Phoenixnél, és ez ugyanabban az univerzumban játszódik, mint a 015-ös villamos kísértete. Tulajdonképpen a szerzőnek két kis regénye, illetve ez az első nagy regénye van ebben a sorozatában, és effektíve olvashatóak külön. A 15-ös villamos semmiképpen nem szükséges ennek a könyvnek az élvezetéhez. Szerintem a másik kis regénye, ami viszont nem jelent meg magyarul, a The Jean of Cairo, az jobban illett volna, vagy jobb lett volna, hogyha azt adják ki magyarul, mert a Jean Akurában lévő romantikus szál az tulajdonképpen abban kezdődik el, tehát hogy ott találkoznak először a karaktereink egymással. Minden esetre ez az egész univerzum az 1900-as évek elején játszódik Kairóban, ahol bizonyos okok miatt a varázslények azok át tudtak jönni a mi világunkba, és tulajdonképpen minden régiónál azok a varázslények jelennek meg, amik a mitoszaikban benne vannak, tehát így Kairó az egyszer csak tele lesz például Jean-ekkel. És megalakul a rendőrségnek egy ilyen különleges osztálya, ami tulajdonképpen a velük kapcsolatos bűncselekményekkel foglalkozik. Itt dolgozik a főszereplőnk, Fatma, aki az első női ügynök. A könyv elején egy titkos társaságot követünk, ami kizárólag európai urakból áll, azt hiszem, és annak szentelik minden idejüket, hogy minél többet megtudjanak arról a nagy varázslóról, akinek a munkája nyomán tulajdonképpen a varázslények átjöhettek a mi világunkba, mindenféle erekéket gyűjtenek róla és hasonlókat, amikor egyszer csak megjelenik egy különös alak, és mindenkit megöl. Úgyhogy
Itt veszi fel a nyomozás vonalát Fatma, hogy kiderítsa, hogy tulajdonképpen mi is történt. Ezzel a könyvvel az a helyzet, hogy nekem nem tetszett nagyon, viszont Hugóra lett jelölve, nagyon-nagyon sokan szeretik, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez főleg azért van, mert ennek a könyvnek a gerince a krimiszál. Én nem nagyon szeretem a krimit, és ráadásul azt gondolom, hogy ez a krimiszál nincsen túl jól megírva, mivel úgy van felépítve, hogy Fatma elmegy egy helyre, ahol kap egy tippet arról, hogy hova kéne legközelebb elmennie, ahol találkozik valakivel, aki ad egy tippet arról, hogy hova kéne legközelebb elmennie. Tehát ilyen nagyon azt éreztem, hogy egyszerű dolga van, mert mindig valaki valamilyen tippet ad neki arról, hogy hova kéne mennie, vagy mi lenne a következő nyom. Vannak olyan fordulatok, amik nagyon előreláthatóak, ehhez kapcsolódik szerintem egy nagyon-nagyon béna monológia a főgonosznak, amin mindegy, egy kicsit szájbarágosnak éreztem ezt az üzenetet, amit a főgonosszal át akartak adni. És az a helyzet, hogy ugyan atmoszférájában nagyon-nagyon erős ez a világ, nagyon tetszik a világnak a felépítése, borzasztó hangulatos az, ahogy a mitológiai elemeket behozza, ahogy a különböző istenségeket behozza. Ugye itt Kairóban eléggé sok tradíció keveredik, amik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmasak. Viszont a karaktereket eléggé kidolgozatlannak éreztem. Van benne egy női-női romantikus szál, ami annyira enyhe, hogy mintha ott se lenne igazából. És akkor, hogyha nem olvastátok hozzá a The Gene of Kairót, akkor szerintem még kisebb súlya van ennek az egésznek. És ehhez képest vannak benne olyan jelenetek, amikor ilyen nagyon nagy súlyt akar adni az ezen történő érzelmi változásoknak, de mivel nincsen eléggé felépítve, ezért én ezt nem éreztem. Tulajdonképpen a végén van talán egyetlen egy fordulat, amit nem igazán láttam jönni, és úgy tetszett, mert vicces volt. De összességében azt gondolom, hogy ez a könyv sokkal-sokkal jobb lehetett volna. Nem tudom, hogy egy jobb szerkesztővel jobb lehetette volna, vagy hogyha még kicsit dolgoznak ezen a krimiszálon, talán jobb lehetett volna, de az is lehet, hogy csak nem egy nekem való könyv. Mindenesetre én nem igazán szerettem. A kedvenc karakterem az talán Fatmának az új társa volt, aki szintén egy fiatal nő, aki nagyon-nagyon szeretne beilleszkedni ide a nyomozó társadalomba, és egyébként baromi ügyes is, meg nagyon kompetens, csak Fatma valamiért soha nem hajlandó őt komolyan venni. Úgyhogy ez a kis szál kettejük között szerintem sokkal izgalmasabb volt, mint akár a romantikus szál, vagy akár a nyomozós szál. Összességében azt tudom mondani, hogy akkor, hogyha szerettétek a 015-ös villamost, akkor olvassátok el ezt a könyvet is, mivel ugyanúgy építi fel a nyomozós szállat, engem már abban is idegesített a nyomozós szál, tehát hogyha abban ez nektek működött, akkor szerintem ebben is fog működni. Akkor, hogyha abban nem működött, akkor nem ajánlom azt, hogy olvassátok a Gina Kurát, mert tényleg ugyanazt hozza, teljesen, csak hosszabban. De hogy nem fejt ki jobban dolgokat, nem domborít ki jobban dolgokat, hanem egy-egyben ugyanaz, csak nagyobb terjedelemben. Ezután az évem egyik legnagyobb csalódása következett, ami egy BTKK-s könyv volt, a Csonthárfa dala, amit úgy adtak el nekem eredetileg, hogy ez egy ilyen sötét, szirénes, tündérmesés történet, és így nagyon-nagyon éltem, nagyon-nagyon tetszett nekem az alapkoncepció. Tulajdonképpen Írországnak egy nem meghatározott pontján vagyunk, azt hiszem, hogy nem is meghatározott időben, és egy családot követünk, akiknek tradíció szerint minden generációban egy gyereket fel kell áldozniuk a szirénáknak, és ezért cserébe nagyon-nagyon jól megy az üzletük, nem süllyed el soha hajójuk, stb. Azonban egy pár generáció óta már nem képesek meghozni ezt az áldozatot, és egyre jobban elszegényedik és tönkre megy ez a család. A történetünk elején a család főágából már csak Miren és a nagyszülei éltek, és a nagymama az elhatározta, hogy ő mindenképpen meg fogja fordítani a szerencséjüket, és Miren szeretné hozzáadni. Azt hiszem egy unokatesójához. Miren viszont nem szeretné ezt az elrendezett házasságot, talál egy levelet, és úgy dönt, hogy elmegy. Nem szeretnék túl sokat spoilerezni. Alapvetően ennek a könyvnek a legnagyobb hibája talán az, hogy nagyon-nagyon szét van esve. Tehát a könyv elején elég erősen követjük a családnak a történetét, behol jönnek ilyen kis történetek, amiket egymásnak meseltek generációkon át, arról, hogy a szirénekkel kapcsolatos története a családnak hogyan alakult, amiket nagyon szerettem. Ezek tulajdonképpen tényleg ilyen különálló mesék voltak, amik be voltak toldva a szövegbe, és szerintem nagyon-nagyon jól működtek, nagyon atmoszférikus volt a könyvnek az eleje, nagyon-nagyon tetszett az, hogy olyan fordulatokat tudott behozni, amire egyáltalán nem számítottam, és így ilyen kerek szemmel néztem, hogy ez most így micsoda, és hogy történik. És nagyon ügyes volt abban, hogy Miren szemén keresztül lássuk az őt körülvevő karaktereket,
és hogy utána azt, hogy ő milyennek gondolja őket, például, hogy a nagypapáját nagyon szerette, azt összeütköztesse olyan információkkal, amikkel bennünk, mint olvasóban megkérdőjeleződik az, hogy ezek az emberek tényleg ilyenek voltak-e. Úgyhogy ez szerintem nagyon jól működött, az atmoszférája is nagyon-nagyon erős volt ezen a ponton. Aztán a közepe felé, amikor az utazás megy, akkor egészen tündérmesés és epizódikus lesz, ami egy nagyon-nagyon más hangulatot hoz be, mint korábban, ami elkezdte nekem egy kicsit így széttörni ezt a könyvet, és utána a vége az meg hiába kerekítette le nagyon szépen a tematikát, és hozta vissza a könyvet oda, hogy milyennek a mondani valója, meg kicsit talán az elejének a hangulata is visszajött, ilyen kis szendvicsben visszaértünk a kenyérhez, de hogy valahogy ez az egész nem állt össze, és hiányoztak belőle információk, és voltak benne olyan fordulatok, amiknek szerintem nem teljesen volt értelme. Úgyhogy ez a könyv csalódás volt nekem nagyon. Van róla egy BTKK-s kibeszélő, ami viszont szerintem nagyon vicces volt, úgyhogy ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani, akkor, hogyha még nem láttátok, hogy nézzétek meg. Tulajdonképpen az elmúlt időszak egy hullámvasút volt, mivel a következő könyv az viszont az egyik legjobb könyv volt, amit az évben olvastam, ami egyáltalán nem volt nekem meglepetés, mivel ez a Desolation Called Peace volt, ami a Birodalomnak nevezett emléknek a második és lezáró kötete. És annyira jó volt. De nagyon jó volt. A Birodalomnak nevezett emlék ugye az egyik kedvenc könyvem, amiről nagyon sokat beszéltem már ezen a csatornán. A főhősünk Mahit ugye egy kis bányászkolónián, Lizelán lakik egy óriás nagy galaktikus birodalomnak a tövében, és nagyon-nagyon fontos nekik az, hogy jó diplomáciai kapcsolatot tartsanak föl ezzel a galaktikus nagybirodalommal, mivel pöccintéssel le lehetne őket söpörni. Ráadásul egy olyan technológiát rejtegetnek a birodalom elől, ami nagyon mélyen gyökerezik az ő tradícióikban, ez az imágó technológia, aminek az a lényege, hogy az emberek viselnek egy kis gépet egész életükben, és az agyhullámaikon keresztül minden tudásuk és a személyiségünk egy lenyomata is felvételre kerül, amit utána később a megfelelően kiválasztott utódjuknak, aki ugyanabba a pályára fog lépni, mint amit ők töltöttek be, beültetik, és így nem kell neki újra tanulni azokat a tapasztalatokat, amiket az elődje már megtanult. Úgyhogy fantasztikusan izgalmas. A történetünk elején ugye Mahit az elmegy Texcalamba azért, mert információt kap arról, hogy az elődje az nem elérhető, ezért neki, mint új nagykövetnek oda kéne utaznia. Ez a rövid úton kiderült, hogy azért nem elérhető az elődje, mert meghalt. Úgyhogy egy ilyen nagy politikai intrikának a következőbe kerül bele. Ami nagyon izgalmas, hogy a második kötet, nem fogok spoilerezni az elsőre egyáltalán, ami nagyon izgalmas, hogy a második kötet az egy teljesen más helyszínen játszódik, mert tulajdonképpen szinte végig az űrben vagyunk, és az első kötetben felfedett veszélyforrással foglalkozunk főleg, amik az ismert űrnek a peremén lévő idegenek, akikről nem nagyon tudnak semmit. És nagyon-nagyon tetszik az, ahogy tényleg párba van állítva ez a két könyv. Vannak olyan karakterek, akiket kicsit kevésbé ismertünk meg az első kötetben, és a másodikban sokkal-sokkal nagyobb szerepet kapnak, illetve van egy kapitánynő, aki egy teljesen új szereplője az univerzumnak, és őt nagyon-nagyon-nagyon elvesztem, egy annyira no-bullshit nő volt, és annyira szerettem a kapcsolatát a második emberével, hogy nagyon, ez nem, tehát ez egy teljes mértékben ilyen baráti kollégiális kapcsolat volt, nem egy romantikus szál, de hogy nagyon-nagyon elvesztem. Az első kötetben elkezdődő romantikus szál is egy nagyon organikus irányba ment tovább. Nem akarok erről többet beszélni, mert biztos, hogy benne, hogy bármit mondanék, az spoileres lenne, úgyhogy maradjunk abban, hogy organikus volt. És ami nagyon-nagyon tetszett egyébként nekem, hogy az első kötetben ugye nagyon sokat foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mi az, ami az énbe belefér. Tehát, hogy hogyan tekintenek a texkalaniák az énre, hogyan tekintenek az imágógépeikkel a lizeliek az énre, akkor, hogyha valaki elkezd megváltozni, akkor meddig fér még bele az énnek a keretébe ezekkel a változásokkal, tehát nagyon sokat foglalkozott ezzel. És a második kötet az pedig ugyanezt a témát visszahozza, csak azzal, hogy mit jelent a mi. Hogy mi az, ami belefér a minek a csoportjába. Vagy ki az, aki belefér a minek a csoportjába. Ki az, akit már nem engedünk be abba a csoportba, ami a mi. És ez nagyon-nagyon izgalmas volt, főleg azért, mert ennek kapcsán ugye az imágó technológiával is elkezd foglalkozni, hogy akkor, hogyha valakiben imágó technológia van, akkor az tulajdonképpen én vagy mi. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszett az, ahogy ilyen kérdéseket felhozott, tovább bontogatta ennek az egész kolonizációnak, a civilizációs kulturális hatását, amit szintén nagyon-nagyon elvesztem. Úgyhogy
ez az egész csak borzasztó jó volt, és amikor rájössz arra, hogy az első kötetben a világépítős kis részek, amik a Lizelállomás politikai helyzetét kezdték el bontogatni, azok teljes mértékben megágyaztak annak, hogy a második kötetben mi történik, az ilyen Arkady Martin egy zseni. Miután befejeztem, egy kicsit kétségbe estem, hogy ez egy biológia volt és nem fog folytatódni, de utána olvastam később, Redditen volt egy ilyen, az írónak lehetett feltenni kérdéseket, és ott azt mondta, hogy egyébként lehet, hogy szívesen visszajönne még ebbe az univerzumba. Mahitékkal már nem fogunk találkozni, de már szereplőkről lehet, hogy szívesen írna, tehát hogy a világban még lehet, hogy szívesen írna. Aminek nagyon örülök egyébként, mert felmerült az is, hogy olyan szereplőkről is írjon, akiket egyébként nekem érdekelne a további sorsa. Azért nem akarom kimondani, hogy konkrétan kiről van szó, mert lehet, hogy ez egy kicsit spoileres lenne az elsőnek a végére. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy nagyon-nagyon örülnék annak, hogy tényleg írna még ebben a világban. De ezen a ponton ott vagyok, hogy teljesen mindegy, hogy Arkady Martin mit ír, én azt el fogom olvasni. Aztán ugye kibejöttem az olvasási válságomból mostanában, úgyhogy az elmúlt időszakban ledaráltam 3 Solace kisregényt, ami egyrészt mindig segít a kis lelkemnek, másrészt eljutottam arra a pontra, hogy azt hiszem most már nincs a Solace-ből plusz tartalom, amit nem olvastam. Tehát ugye az előzmény meg a második generációnak a sorozata van még hátra, de hogy ezekről a szereplőkről most már nincsen több. Ezekről olyan hosszan nem szeretnék beszélni, mert teljesen őszintén nem gondolom, hogy olyan sokatokat érdekel. Viszont én nagyon szeretem a Solace-t, és nagyon szeretem reklámozni azt, hogy a Solace fantasztikusan jó. Ezek a kisregények tulajdonképpen mind a sorozat után játszódnak, az 5. kötet után játszódnak, tehát nagyon mélyen nem fogunk belemenni abba, hogy mi történik bennük, már csak ezért sem. Az első a Romancing the Inventor volt, ami... Fú, mindig rosszul mondom ennek a nőnek a nevét, Genevieve LeFou, mondjuk, francia, aki tulajdonképpen egy ilyen feltaláló nő, aki nagyon szeret férfi ruhákat hordani, van egy nagyon tragikus háttértörténet, ami a sorozatból kiderül, és itt most kap ő is egy love interestet. Összességében nekem nem működött annyira a kémia között a két karakter között, de azt is gondolom, hogy amikor Genevieve-et elengedjük a sorozat végén, akkor ő egy olyan állapotban van, hogy talán hosszabb terjedelem kellett volna ahhoz, hogy elhiggyem, hogy ő ebből felépül, és bele tud lépni egy jobb kapcsolatba. Minden esetre ez egy kicsit ilyen angsti, tragikus történet volt, és nem tudom, annyira nem voltam elégedett azzal a ponttal, ahová megérkeztünk benne. A következő a How to Marry a Werewolf, ami a Channing Channingnek, a Stressed Fifth Channingektől a története, akit nagyon-nagyon szeretek, ő tulajdonképpen a Vérfarkas Falkában a Gamma, aki egy... Mondhatjuk, hogy bunkó, mondhatjuk, hogy erős személyisége van. Nekem ő eddig is kis szívemcsücske volt, még akkor is, hogyha viszonylag keveset szerepelt, mert hogy, tehát, hogy az a típusú ilyen nagyon arrogáns karakter, aki bárkibe belelép. Mert hogy egyszerűen nem érzi a határokat, de hogy közben meg nagyon ragaszkodik a kis csoportjához, tehát hogy általában azért rappol mindenhova előre, hogy akik mögötte vannak, azoknak ne legyen baja. Úgyhogy minden ilyen problémájával együtt egyébként én nagyon szeretem ezt a karaktert, ez egy nagyon kedves történet volt, tulajdonképpen elégedett vagyok az a romantikus szállal, amit kapott. Egy amerikai nő érkezik Angliába, mivel a családja nem akar többet foglalkozni vele, valami történt, ami miatt kiesett ott a helyi felső osztálynak a kegyeiből, úgyhogy elküldik őt Angliába a londoni báli szezonra, hogy szerezze magának egy férjet és ne terhelje őket tovább. Nagyon-nagyon aranyos volt, egyébként nagyon-nagyon tetszett az, hogy Channing ugye egy kicsit ilyen fafejű, ez a nő, ez pedig a geológiának a megszállottja, és így nagyon szeret köveket gyűjteni. Úgyhogy valahol nagyon vicces volt, hogy egy annyira kőfejű embert szedett össze. Minden esetre ez tényleg egy ilyen kis szívmelengető, kedves dolog volt. Az utolsó, amit ezek közül olvastam, az pedig a Romancing the Werewolf volt, ami a londoni falkának a bétájáról szól, és nagyon-nagyon erősen spoilerezi a sorozatnak a végét. Úgyhogy maradjunk abban, hogy ez egy férfi-férfi romantikus szálra épül. A Romancing the Inventor ugye egy női-női romantikus szára épült, a How to Marry a Werewolf pedig egy heteroszexuális romantikus szára épült, és ebben is azt érzem, hogy egy kicsit elsietett volt az, hogy hogyan domborodott ki ez a romantikus történet, talán egy kicsit nagyobb terjedelmet itt is el tudtam volna viselni, de minden esetre nagyon-nagyon szerettem azt a két karaktert, akiknek a párosításáról szó volt, és maga az alapkoncepciója ennek a kis regénynek borzasztó vicces volt, mivel az egész azzal kezdődik, hogy a londoni falka átköltözik egy ilyen nyugodtabb
környékre, bizonyos okok miatt el kell hagyniuk a régi házat, ahol laktak, és egyszer csak megjelenik egy baba a küszöbön, amit így nem teljesen tudják, hogy mihez kezdjenek vele, de hát befogadják, valamit csinálnak, és ez nem is teljes hatalmas probléma, egészen addig meg nem jelenik még egy. És így nem értik, hogy miért hagynak az emberek a környékükön elhagyott kisgyerekeket a küszöbön, de hogy köszönjük szépen, nem kérnek többet. Úgyhogy ez az egész nyomozós szál szerintem nagyon vicces volt, nagyon-nagyon tetszett az, ami emögött a rejtélyes feltűnő babák mögött volt. Ez azt hiszem, hogy egy karácsonyt megelőző sztori, tehát hogy ilyen szempontból is hangulatos lehet mostanában olvasni, és akármennyire kifejtetlen volt a romantikus szál, tényleg olyan karakterekről szól, akiket nagyon szeretek, úgyhogy jó volt olvasni. Kicsit negatív a vizekre elvezve, titkos történet. Erről is van egy BTKK kibeszélő, amit szintén le fogok majd linkelni. Mind a hárman elég csalódottak voltunk, volt róla egy logom is, amit szintén le fogok majd linkelni, ahol még nem teljesen tudtam, hogy hogy vagyok vele. Ezen a ponton azt kell mondanom, hogy most már masszívan csalódott vagyok. A történetünk egy fiatal fiúról szól, aki a szülővárosában mindent borzasztóan unalmasnak talál, nagyon szeretne más életet élni, mint a szülei, és elkerül egy egyetemre, ahová a legmesszebbre menni tud ösztöndíjjal, ahol belebotlik a latin tanszéknek az életébe. A történetnek már a legelején tudjuk, hogy az egyik szereplő, aki a latin tanszékre jár, Bunny, az meg fog halni, és tudjuk, hogy ők fogják megölni. Úgyhogy erről a felütésről indulunk el oda, hogy konkrétan hogyan is jutottak el a karaktereink eddig a pontig. És az a helyzet, hogy én érzem azt, hogy Donatart kitalálta ezeket a karaktereket, de azt érzem, hogy annak ellenére, hogy mennyire hosszú ez a könyv, nagyon kevés információt oszt meg velünk, mivel a főszereplő és narrátor karakterünk Richard az egy csomó mindent visszatart, vagy egy csomó mindenről nem tud, ami fontos lenne ahhoz, hogy értsük, hogy a történet mögötti drámában éppen mi történik, és hogy miért alakulnak úgy a dolgok, ahogy alakulnak, hogy miért tragikus egy fordulat, ami tragikus, hogy miért reagálnak ennyire felfokozottan karakterek bizonyos eseményekre. Erről nem tudunk semmit, mert Richard-el is mondja, hogy ő nem egy túl jó emberismerő, és amellett, hogy nem egy túl jó emberismerő, egy karnyi távolságba tartja az olvasót is, és hiába a visszaemlékezés egy csomó mindent visszatart, és nem mond el, és furán adagol információt. És ami a legbosszantóbb volt szerintem ebben az egészben, hogy ilyen kulcseseményeknél Richard nincsen ott, hanem elmondják neki, hogy mi történt. Amik ilyen nagyon-nagyon fontos események lettek volna szerintem a történet narratívájában, az egész könyv az valószínűleg inkább Henrynek, egy másik karakternek a drámájáról szólna. És volt régebben egy ilyen írói hagyomány, ami tök jól működött például az Üvöltőszelekben, ahol más karakterek mesélik el a főszereplőinknek a történetét, de hogy itt Richard az nincsen annyira közel, hogy ténylegesen a főszereplőinknek a történetét meséli el, hanem a saját történetét meséli el, ami érintőlegesen kapcsolódik néha ahhoz, ami ténylegesen izgalmas. És közben egyébként Richardnak is van egy ilyen viszonylag nagy karakterváltozása, amiről szintén elég keveset tudunk, mert narrátorként a jövőben viszont elég távolságtartó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egész könyv sokkal jobb lett volna, hogy a Harryről szól, mivel a legtöbb érzelmi szál az Harryn állt, vagy bukott, ő volt az, aki mozgatta nagyon nagy részt ezeket az eseményeket. És azt gondolom, hogy Richard nem egy annyira izgalmas karakter, hogy elvigye azt, hogy nem ő van ennek a történetnek a fókuszában. Úgyhogy ezt gondolom a titkos történetről. Összességében én nem szerettem annyira olvasni, és az a helyzet, hogy ugyan látom azt, hogy másoknak miért tetszett ez a könyv, de nekem csalódás volt olyan szempontból, hogy mást szerettem volna tőle, vagy máshogy szerettem volna ezeket a karaktereket megismerni, és azok az írói döntések, amiket Donatart hozott, azokkal egyszerűen így nem értek egyet. Aztán ebben az időszakban olvastam ugye a Cérkezést is Sontantől, ami egy nagyon-nagyon kedves képregény volt. Ez a Pocket jelentette meg, ami azt jelenti, hogy sajnos nagyon picike, de a rajzolása borzasztó szép egyébként szerintem, csak nagyobb formátumban jobban tudna érvényesülni. Ez egy csendes képregény, semmi fajta szöveg nincsen benne, mindent a kép mesél el. És a történetünk az tulajdonképpen az utazásnak, bevándorlásnak a története. És olyan szempontból nagyon jól van megcsinálva, hogy ugyan van egy érzésed attól, hogy hajóval érkeznek, hogy ez Amerika, és hogy ide érkeznek az emberek, de közben meg annyira varázslatos és idegen az az ország, ahová a főszereplőnk érkezik, hogy ez tulajdonképpen bármilyen ország lehet, ahová elutazol, hogy ott újrakezd, vagy hogy jobb lehetőségeket teremts magadnak és a családodnak. A főhősünk a történetünk elején ilyen sárkány árnyékokat lát, amik miatt úgy dönt, hogy elmegy valahová máshová, egy másik országba, azért, hogy ott megvesse a lábát és új életet kezdhessen, és
Eleinte azt látjuk, hogy mennyire idegenek nekik a szokások, az ételek, hogy mennyire nehéz újrakezdeni, de mindeközben nagyon erősen megjelenik benne az is, hogy az emberek mennyire kedvesek tudnak lenni, és mennyire ki tudnak nyúlni egymásért. És összességében ez egy nagyon-nagyon pozitív hangulatú és felemelő képregény szerintem, úgyhogy nagyon tudom ajánlani akkor, hogyha még nem olvastátok, hogy tegyetek vele egy próbát. A következő könyv, amit olvastam, az szintén egy BTKK-s könyv volt, a Szent Oswald Fiúiskola Joanna Harris-től, ami őszintén szólva meglepően nagyon jó volt. Mármint tüntelt el nekem ezt a könyvet, úgyhogy tudtam, hogy valószínűleg jó lesz, és nagyon-nagyon szeretem a bentlakásos iskolás settingeket, úgyhogy számítottam rá, hogy jó lesz, csak nem sejtettem, hogy ennyire jó lesz. A történetünk a Szent Oswald fiúiskolában játszódik két idősíkon, egyrészt 1980 környékén azt hiszem, amikor a narrátorunk Straight Lee már régen itt tanít, ő a latin professzor, és van egy diákja, akit valamiért kimondottan nem kedvel, nagyon-nagyon meg is maradt a fejében, hogy nagyon nem kedvelte ezt a fiút, fura dolgok történtek a környékén, csak a baj volt vele véleménye szerint, még akkor is, hogyha nem volt egy kimondott bajkeverő. A másik időségben 2005-ben Straight Lee még mindig itt dolgozik, amikor egy új igazgatót kapnak, aki véletlenül pont ez a diák. Mindeközben vannak ilyen betoldott napról részletek egy fiatal fiútól, akinek ilyen mini pszichopata vibe-ja van, tehát hogy minden, amit el tudtok képzelni, és nagyon-nagyon izgalmas az, hogy ebből a három történetszálból összeáll egy egész. A múltbeli szálon, ahogy a rejtélyeket fejtegettük, a jelenbeli szálon, ahogy Stétlinek szembe kell néznie azzal, hogy változások lesznek most már az iskolában, az egész fantasztikus volt, és volt egy ilyen nagyon bajós előérzete az embernek attól, hogy a napló részletekben pedig egyre durvább dolgok történtek, egyre komolyabb dolgokra utalt az író. És így olyan fordulatok voltak benne, amiket nagyon régóta nem olvastam olyan könyvet, ami ennyire meg tudott lepni. És ilyen teljesen dezorientált lettem attól, amikor kiderült egy nagyobb fordulat, hogy úristen, most akkor minden, amit eddig gondoltam, az igazából nem így volt, de hogy most akkor merre vagyok arccal. Úgyhogy az egész nagyon jó volt, a bentlakásos iskolának van egy nagyon-nagyon erős atmoszférája, vannak Straight-nek kedvenc diákjai a jelenbeli szában, amiben egy kicsit visszajön ez az iskolás hangulat, akiket nagyon szerettem, és meglepően erősen foglalkozik egyébként a melegség témájával is egy ilyen konzervatív környezetben, illetve a nevelés és mentális betegségek és bullying témájával egy ilyen erősen zárt iskolai közösségben. Ami nagyon tetszett, hogy nagyon érzékenyen nyúlt ezekhez a témákhoz, és hogy nem arról volt szó, hogy volt egy jó és volt egy rossz nézőpont, és hogy Straight Lee az mindenben a jót képviselte, hanem hogy mind a két nézőpontnak voltak elfogadható és vitatható pontjai, és tulajdonképpen olvasóként ezekből kellett kibogarászni azt, hogy hol is állsz ezekben a kérdésekben, te mit is gondolsz ezekről a dolgokról. Úgyhogy összességében nagyon-nagyon tetszett az, hogy ennyire belement ezekbe a témákba, és annak ellenére, hogy ennyire belement ezekbe a témákba, és ennyire empatikusan és kedvesen állt hozzájuk és beszélt róluk. Nem vette el a thrillernek az élét, ami így is nagyon izgalmas volt. De annak ellenére volt nagyon izgalmas, hogy Straight Lee az nem egy mindennapi thriller főszereplő. Ő az a típusú idős ember, aki már nem akar változtatni a szokásain, csak sajtot szeretne enni, meg csak itt nassolni, megmondták neki, hogy nem kéne már a koleszterinje miatt, de ez pontosan nem érdekli, és tehát, hogy nem az a típusú karakter, akit egy thrillerben elképzelnél, de hogy ennek ellenére valahogy nagyon működött ez a könyv. Voltak benne olyan morális döntések, amikkel egyáltalán nem értek egyet, és amik miatt a vége nekem egy kicsit, a végével egy kicsit nem értek egyet, bizonyos okok miatt, de ezzel együtt egyébként tényleg nagyon izgalmas volt az egész tanári kart, nagyon lehetett szeretni, és nagyon érdekes volt az, hogy Straight Lee-nek ugye egy nagyon erős nézőpontja van, és ettől ő nem egy teljesen megbízható narrátor, mivel mindent a saját szemüvegén keresztül narrál, ami egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen úgy is van, vagy hogy az igazság, és nagyon sokszor gondol emberekről olyan dolgokat, amiket egyébként csak ő gondol, de akkor, hogyha máshonnan kapsz olvasóként egy inputot, akkor rájössz, hogy ez valószínűleg egyébként nem teljesen így van, mint ahogy ő gondolja. Úgyhogy minden esetre ez egy nagyon-nagyon jól megírt könyv, és borzasztóan élveztem. Tünde azt mondta, hogy ez nem egy tradicionálisan vett sorozat, tehát, hogy nem muszáj a legelején kezdeni, ezért nem is tettük ezt. De nem tudom még, hogy melyik kötettel szeretnék legközelebb tovább menni. Aztán a következő könyv, amit olvastam, az egy nagyon-nagyon rövidkett könyv volt, Claire Louis Bennettől a Tó. Amiről viszonylag nehéz beszélni, mivel ez egy nagyon picike szépirodalmi könyv, ami egy fiatal nőről szól,
aki valamilyen oknál fogva elköltözik vidékre, kibérel ott egy kis házat, és ott tölt egy hosszabb időt. Annak ellenére, hogy mennyire közel enged minket a narrátor a gondolataihoz, összességében nem sok mindent tudunk meg arról, hogy miért van ő itt, hogy miért költözött el onnan, ahol korábban élt, hogy hova fog menni majd innen. Ezt a rövid kis epizódot követjük az életében, amíg ő egyedül él ebben a kis házban. És annyira szépen van megírva, hogy nagyon több idézetet is kiírtam belőle Moira, vannak benne gondolatok, amik nagyon-nagyon tetszettek, viszont az a fajta szép írás, amit így bogarászni kell, és csak lassan lehet olvasni. Alaposan meg kell rágni a mondatokat azért, hogy a belső monológot követni tud, hogy honnan, miről jut eszébe a következő gondolat a narrátorunknak, és hogy jutunk el A-ból B-be. De összességében nagyon tetszett az írói stílusa, még akkor is, hogy tényleg az a típusú könyv, amire igazán figyelni kell ahhoz, hogy értékelni tud. Voltak benne olyan fejezetek, amik csak féloldalnyiak voltak, vagy pároldalnyiak, és ezek is nagyon-nagyon erősen ültek, ezek talán néha még erősebbek is voltak, mint a hosszabb fejezetek. És összességében egy nagyon jó hangulatú könyv volt, még akkor, tehát hogy nem, tényleg nem sok mindent lehet elmondani róla, mert inkább a hangulaton volt a hangsúly. Azon, hogy egyedül lenni az néha magányos, hogy néha nem tudod, hogy hova folynak el a napok, hogy oda letetted, de nem tudod, hogy melyik napon tetted le oda, de nyilván senki más nem rakta odébb, mert te vagy az egyetlen, aki változásokat idézel elő ebben a térben. És mellette pedig vannak olyanok, amikben kitűnik azt, hogy ő hogyan lehet kompetens attól, hogy egyedül van. Úgyhogy összességében ez egy jó könyv volt, nagyon tetszettek benne bizonyos részek, de sokkal erősebben érzem azt, hogy egy lenyomatot hagyott rajtam, mint sem azt, hogy nagyon beszélni tudnék arról, hogy mi történt benne, ami valahol egy nagyon furcsa érzés, hogy ez a könyv tulajdonképpen átfolyt rajtam. És ennél jobban azt hiszem nem is tudom megfogalmazni azt, hogy mi történt benne. Tényleg akkor, hogyha érdekel titeket, akkor olvassatok róla idézeteket, és akkor, hogyha tetszik az, ahogy megvan írva, akkor egyébként nagyon tudom ajánlani, mert egy ilyen nagyon elmélyülős könyv. Aztán történt itt egy Robin Hood olvasás is, amiről volt már egy kibeszélünk, amit le fogok majd linkálni lentre, de sokkal hosszabban nem szeretnék igazából beszélni az Orgyilkos tanítványáról. A lényeg az, hogy nagyon jó, és Eszti azt mondta, hogy ne a főszövegét mondogassam, hanem azt, hogy borzasztó jó a karakterek vannak benne, hogy ez a könyv egy olyan könyv, amitől szenvedni fogsz, de közben jó lesz, hogy nagyon aranyos kiskutyák vannak benne, akik össze fogják törni a szívedet, és hogy nagyon erős női karakterek vannak benne, akiket nagyon-nagyon lehet szeretni. Az egész könyv olyan, hogy szenvedni kell rajta, de közben fantasztikus lesz, és minden karakter nagyon-nagyon-nagyon közel fog hozzád kerülni. És mindezt úgy, hogy az orgyilkosok tényleg úgy működnek, mint az orgyilkosok, és van politikai következménye annak, amit csinálnak, és nem pedig ilyen akcióhőskémek, úgyhogy ez egész csak túl jó volt, akkor, hogyha érdekelt titeket, bővebben nézzétek meg a kibeszélőt, de Robin Hobb még mindig fantasztikus. Az utolsó könyv, amiről beszélni szeretnék, az pedig egy impulzus vásárlás volt még a könyvfesztiválon, a Galant. Amit előolvastam azóta, csalódás volt, és már nincsen a polcomon. Úgyhogy ez egy nagyon gyors kaland volt. Bishwebből. A főhősünk Olivia, aki látja a szellemeket, és tulajdonképpen egy ilyen lány nevel, de Peráról házban él, ahová az édesanyja egészen kicsi korában beadta. És az egyetlen emléke róla egy napló, amiben üzent Oliviának, hogy addig van biztonságban, amíg távol tartja magát Galantól. A történetünk elején azonban kap egy levelet a nagybátyjától, aki azt írja neki, hogy ő ott lakik Galantban, és szeretné magához venni, szeretné, hogyha a család része lenne. Úgyhogy Olivia el is indul, hogy a figyelmeztetés ellenére Galantban éljem. A könyvnek a felütése nekem egyébként tetszik, nagyon szeretem az elvarázsolt házakat, nagyon-nagyon ijesztő volt az elején, ahogy megjelenítette a szellemeket Vishweb, és hogy mennyire természetes volt az Oliviának, hogy látja őket, meg ilyen elsodródó szemgolyókat lát, ahogy szétesnek ezek a szellemek egyre inkább, ami tetszett. Nagyon sok lehetőség lett volna ebben a könyvben, nagyon-nagyon tetszettek az illusztrációk is. De összességében azt érzem, hogy hiába írja azt a köszönetnyilvánításban Vishweb, hogy mennyire jó, hogy ilyen sok ideje volt erre a könyvnek, ez a könyv baromiről össze van csapva. És akkor, hogyha még lett volna idő arra, hogy egy kicsit többet dolgozzon a világon, vagy egy kicsit többet dolgozzon azon a cselekményszálon, ami a fele után történik, vagy egy kicsit többet dolgozzon a szövegen, az szerintem nagyon látszott volna ezen a könyvben. Tehát vannak benne jelenetek, amik nagyon erősek és nagyon szépen vannak megírva, és utána vannak benne olyan mondatok, hogy egy házban kétféle ajtó van. Vannak azok az ajtók, amik egy másik szobába vezetnek, és vannak olyan ajtók, amik kivezetnek a házból. Ez egy ilyen ajtó volt.
ami ilyen akkora bullshit mondat, tehát hogy hogy írsz le ilyet, és utána hogy marad benne. Mindenesetre hangulatra ez nekem egy sokkal fiatalabb könyvnek tűnik, mint aminek árulják. Tehát akkor, hogyha nekem kéne valahová beraknom, akkor ez inkább egy ilyen Coraline vibe-ú könyv lenne. És van benne egy csomó dolog, ami nagyon emlékeztetett a Coraline-ra, csak a Coraline az már megcsinálta és jobban csinálta. És hiába volt izgalmas, meg érdekes a világnak a kiépítése. Kicsit azt gondolom, hogy nem volt teljesen felépítve, tehát hogy maradt egy csomó kérdésem azzal kapcsolatban, hogy oké, de hogy más valami van. A karakterek felépítése sem volt igazán erős szerintem, egy csomó drámai jelenetet megölt az, hogy nem voltak felépítve a karakterek, és összességében eléggé kiábrándítónak érzem a végét. Összességében nem igazán láttam meglepő fordulatokat ebben a könyvben, és hiába voltak benne olyan világépítési ötletek, amik izgalmasak voltak, vagy hangulatosak voltak, vagy tetszettek volna, de hogy valahogy minden nagyon kidolgozatlan maradt, és az egésznek a vége nagyon ilyen mellett. És lehet, hogyha egy másfél órás film készül belőle, vagy egy másfél órás animációs film készül belőle, akkor sokkal-sokkal erősebb lett volna, mint így könyvformátumban, mert egy 300 oldalas könyvnél csak azt érzem, hogy ez kevés volt. Még lehet, hogy akkor, hogyha mondjuk egy 100 oldalas könyvbe kerül bele, akkor ennyi információ pont elég lett volna. De hogy, hát nem tudom, valahogy ez egy nagyon közepes élmény lett ahhoz képest, hogy mennyire különlegesnek tűnt. Szóval, ezek voltak azok a könyvek, amiket október végéig olvastam, a maradékot meg a novembert majd egy másik videóban hozom, mert nem szeretném, hogy nagyon-nagyon mamut lenjen ez a videó, de kíváncsi lennék arra, hogy ti mit gondoltatok róluk, olvastátok-e valamelyiket, hogyha igen, akkor egyetértetek-e velem, vagy nektek más volt róla a benyomásotok. Most jelenleg két könyvet olvasok aktívan, a Győzteseket Fredrik Bachmanntól, amivel kapcsolatban tagadásban élek. Tehát, ami le van írva az első fejezetben, az nem fog megtörténni. Biztos vagyok benne, hogy nem fog megtörténni, akkor is, hogyha próbálnak róla meggyőzni az emberek, hogy feketén-fehéren le van írva. Nem fog megtörténni. A másik, amit olvasok, az pedig az Elveszett madarak, amit még mindig nagyon élvezek, de valamiért nagyon-nagyon lassan haladok vele, és nem igazán tudom megmagyarázni, hogy miért, mert a világépítése, meg az atmoszférája, meg a karakterei egyébként nagyon-nagyon bevonnak, de valamiért nagyon lassan haladok vele. Úgyhogy ezeket pörgetem most aktívan, de kíváncsi lennék arra, hogy ti mit olvastatok mostanában, van-e olyan, ami nagyon-nagyon jó volt és ajánljátok, vagy nagyon-nagyon rossz volt és nem kéne a közelébe mennem. És egy következő videóban majd találkozunk. Sziasztok!